Február elején városunk pedagógusainak is megérkeztek az emelt bérek. Felkerestük a helyi nagykó református általános iskolát, ahol arról kérdeztük Földváriné Simon Ilona Anna igazgatóasszonyt, hogy hogyan fogadták az intézmény pedagógusai a megemelt béreket. Hát kíváncsian várták, hogy mennyi pénz fog a számlán megjelenni. Hát persze ez pedagógusként változó. A fiatalabbak azok többet kaptak, de én azt gondolom, hogy mindenki örült, mert hiszen a többlet pénznek örülni kell. Az igazgató asszony azt is megfogalmazta, hogy ez a kormányzati intézkedés azt is jelenti, hogy a kormány anyagilag is jobban megbecsüli a pedagógusok munkáját. Mindez vonzóbbá teheti a pedagógus pályát a fiatalok számára. Én azt gondolom, hogy ez a fizetésemelés mindenféleképpen segíti a fiatalok gondolkodását abban, hogy érdemes a pedagógus pályát választani, de nem csak választani, hanem a diploma megszerzése után a pedagógus pályán maradni. Simonni Fodor Dúra az iskola egyik fiatal pedagógus arról beszélt, hogy mennyivel nőtt a bére egy 20%-kal jelent többet, és örülünk, hogy a kormány ilyen szinten, tehát így is elismeri a munkánkat. A tanítónő szerint a béremelés jobb élethelyzetet teremt a pedagógusok számára, lehet akár félretenni is belőle. Úgy gondolom, hogy eddig is mindig úgy csináltuk, hogy a fizetésből kijöjjünk, úgyhogy többet tud az ember félretenni, amire szeretne, és akkor többet gyűjtöget. Az elégedettség tovább nőhet, hiszen a kormány a pedagógusok bérrendezését tovább folytatja, további fizetésemelés várható.